Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Merre van a sors utam? Így hívom ezt a jóslást. Ez a felvétel egy személyes jóslás Liliana számára. Kedves Liliana, üdvözöllek téged. Te szeretnéd tudni, hogyan tovább. Ahogy kivettem a leveledből, úgy érzem, hogy nagyjából minden rendben van körülötted, és mégis az érzésed, jön valami új, kellene, hogy legyen egy új irány, mert ahogy élsz, kicsit boldogtalan vagy. Hogyan tovább, merre van a sors utad, ezt megtekintjük ennél a jóslásnál, és utána áttérek az asztrológia területére. Ott fent, bal oldalon látható ez a torony, és ez mutatja a jelenlegi helyzetedet. Itt minden ég körülötted, szimbolikusan természetesen, és keresel egy kiútat. Kell számodra egy új irány. Valamit szeretnél lezárni az életedben, de félsz ettől a döntéstől, talán félsz egy kicsit egy új kezdettől is. Most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kártya azt mutatja, amire most szükséged van, ami nyújtja számodra a biztonság érzetét. Itt az érmékről van szó, tehát anyagi biztonságról, sikerről a munkahelyen, és ez a férfi is jelent valamit. Ezen a képen látható egy király, és neked szükséged van erre a férfire, akinek megvan ez a büszke tartása, jó anyagi körülmények között él, akire te felnézhetsz, akit te magasnak tartasz a tudása miatt, a tehetsége miatt, a külseje miatt, a fellépése miatt. Számodra egy ilyen férfi tudná nyújtani azt az érzést, amikor úgy elgondolkozol ezen az érzelmeid felett is, és kimondod azt, igen, ide odaérkeztem. A kérdés az, hogy melyik férfi lenne ez a király, akire így fel tudnál nézni. Ezt majd megtekintjük az asztrológiánál. Ez a király jelentheti a te fellépésedet is. És ezt úgy tudom elmagyarázni. Van nőies energia, és van férfias energia. A nőies energia az az érzelmekre utal, a férfias energia pedig a gondolatokra vagy a tervekre, és ha te szeretnéd a céljaidat elérni, vagy szeretnél sikereket az életben, akkor jobb, ha ezt a férfias energiát mutatod kifele. Az nem jelenti azt, hogy ne légy nőies, hanem tartsd meg az érzelmeket magadban. Ne mutasd ki, illetve ne minden helyzetben, mert ezt gyakran kihasználják az emberek. És most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kártya ott fent jobb oldalon mutatja azt, ami téged gyengít. Ezen a képen látható egy kislány utal a gyermekkorodra. Itt van szomorúság és könnyek, amit nem csak a kislány mutat, hanem az első kard. Viszont a háttérben van még kettő kard, ami szabad, és ezt kezedbe veheted, ez utal a levegő elemére, és arra is, hogy tedd át magadat ezeken a szomorúságokon és félelmeken, és bíz abban,
hogy vannak új lehetőségek a munkahelyedet illetően is, és a párkapcsolatot illetően is. Ez a királynő mutatja az érzelmeidet. Itt látható a tűz eleme, az utal a te bátorságodra, a te lelkesedésedre és a testi kapcsolatokra is. A te vágyad az, hogy legyen egy férfi az életedben, aki téged így elismer, vagy érzi ezt a tűzes energiát, ezt a testi kapcsolatot is, ezt a vonzó erőt kettőtök között. És most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kártya mutatja a gondolataidat. Itt az érmékről van szó, tehát anyagi dolgokról és a munkahelyedről, mert ez összefüggésben áll. Ennek a fiatal fiúnak is van egy jelentése, mégpedig utal egy új kezdetre. Hamarosan lesznek nálad munkahelyi változások. Amit még ez a kártya közöl veled, hogy bíz magadban, a tehetségedben és az értékeidben, mert ez az arany érem utal a belső értékekre is, ez a fiatal fiú átnyújtja ezt számodra, tehát vedd át. És most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kártya ott jobb oldalon azt mutatja, hol van a helyed az életben, vagy hogyan találod meg a helyedet. Itt érmékről van szó. 4 érméről, ami jelenti a biztonság érzetét. Az érméknél gyakran anyagiakról van szó, vagy a munkahelyről. Itt kell számodra a biztonság, egy biztos munkahely, ami a párkapcsolatot illeti. Ott is szükséged van a biztonság érzetére. Az is lehet, hogy szeretnéd ezt fogva tartani, és félsz változásoktól. Amit ezen a képen felfedezhetsz, az a kincses láda, és te rajta ülsz. Az öletben ott van a kulcs, tehát kinyithatod ezt a kincses ládát, és ott vannak azok a dolgok, ami értékes számodra, mutatja azt is, hogy te is értékes vagy. Vedd ezt kezedbe, a te saját értékeiddel légy tisztában, és változtass úgy az életeden, vagy hozd döntéseket, ami tényleg értékes. Nem a környezetedre, hanem számodra. És most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kép itt lent bal oldalon utal a szerelmi élet területére, illetve a te jövődre, ami a szerelmet illeti. Itt láthatóak a kelyhek, és az érzelmekre utal. Mindkét férfi, aki ott a környezetedben van, szeret téged. De mivel te még egy házasságban élsz, ez jelent egy korlátozást. Tehát nem tudjátok ezeket az érzelmeket úgy élni, ahogy szeretnétek. Ez a kép jelenti a vágyakat és az álmokat is. Ez megvan nálad is, meg a másik két férfinél is. De nem meritek kimondani ezt. Nem vagytok nyitottak az álmokról, a vágyakról, vagy a reményekről beszélni. Itt az a fontos, hogy ezen a 9-es számon áttegyétek magatokat, mert ez olyan, mint egy kerítés, nem megy tovább. Egy lépés, és akkor átléptek ezen, és indul a 10-es szám, ami utal egy új kezdetre. És most megtekintjük a következő kártyát. Itt ezen a képen
szintén a kelyhek láthatóak, ami érzelmekre mutat. Az utalhat a helyzetedre, a férjedre, és erre a másik két férfira is. Valahogy úgy érzem, te szereted mindegyiket, de másképpen. Itt, ebben a helyzetben, jelen pillanatban még nem tudsz döntéseket hozni, így kell ez az elegáns mozgás, tartsd a kapcsolatot velük, és úgy figyeld az eseményeket. De ez ne szomorítson el téged, hanem mutasd ki az érzelmeidet, a nőiességedet, és élvezd azt, ha pókolgatnak neked. Ez a kártya utal a munkádra is, az lehet egy szerelem a munkahelyen, vagy mutatja a tehetségedet, a kreatív munkát. És most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kard, a tiéd, vedd kezedbe. Ez utal fontos döntésekre, utal a levegő elemére, a felszabadulás érzésére, a könnyűségre, és amit a levegő eleme még szimbolizál, az a kommunikáción. És most áttérek az asztrológia területére. Abban a pillanatban, amikor te megszülettél, ahol te születtél, az oroszlán jegye kelt fel a keleti határon. Az indiai számítás szerint ez a te aszcendentusod. Ez elkísért téged életed végéig. Kihat a külsődre, a fellépésedre és a személyiségedre. Az oroszlán jegye felett a nap uralkodik, és az a központ a naprendszerünkben. Számodra ez fontos, hogy a középpontban állj, vagy mások így tekintenek rád. A te horoszkópodban itt található egy visszatekintő Jupiter bolygó, ami szerencsét hoz számodra, vannak itt lehetőségek. Ez a visszatekintés utal a múltadra, kármikus témákra. Itt található nálad Plutó bolygó, ami szintén visszatekintő és szintén kármikus témákra, a múltra utal. Plutó bolygó az mutatja belső erődet, hogy te soha nem adsz fel semmit. Azon kívül Plutó bolygó az uralkodik a szexuális élet területén, mivel ez a személyiségedhez tartozik, akkor megvan ez a kisugárzás, és a férfiak így látnak téged. A férjed horoszkópjában Kétu, a lefele mozgó holdcsomó szintén az oroszlán jegyében van. Ez utal arra, hogy ti ismeritek egymást a korábbi életetekből. Mert ez a Kétu, ez egy kármikus csomó, és a múltra utal. Abban a pillanatban, ahol és amikor a férjed megszületett, a halak jegye kelt fel a keleti határon. Az ő aszcendentusa a halak jegyéhez tartozik, és ez kihat az ő fellépésére, külsejére, és kihat a személyiségére. A halak jegye az a víz eleméhez tartozik, tehát itt érzelmekről van szó, de az is lehet, hogy ő néha túl érzékeny. Ebben a csillagképben két hal van. Az egyik mutat egy irányt, itt vannak a bizonytalanságok, a félelmek, lehet, hogy néha ilyen bizonytalan a fellépése. A másik hal mutat egy másik irányt, ott van az erő, a bizalom, a lelkesedés, az élet, öröm és a szeretet,
és ebbe az irányba kellene neki tekinteni. Van két férfi a férjeden kívül, aki bókolgat neked. Az egyik idősebb, a másik fiatalabb. A fiatalabbnál az indiai számítás szerint az ascendent, azaz ikrek jegyében van. Kihat az ő fellépésére, az ő személyiségére. Itt megvan ez a könnyűség a kommunikáción, és mindig van mozgás nála. Az ő horoszkópjában is, ugyanúgy, mint nálad, itt található Jupiter bolygó. Ez mutatja a lelkesedését, az élet örömöt, és hoz számára szerencsét. 2019. márciusától 2020. szeptemberéig itt mozgott a felfele mozgó holdcsomó Ráhu, tehát kihatott rá a személyiségére vagy a környezetére. Ez a felfele mozgó holdcsomó Ráhu, ez egy kármikus csomó, és mutat egy új irányt, vagy egy új életterületet, amit mi nem ismerünk. És ez kihatott rá kármikusan. Itt voltak változások, ami a külsejét illeti, vagy a személyiségét. De az is lehet, hogy keresett egy új irányt, és ebben az időszakban kicsit bizonytalan volt. Az idősebb férfi aszcendentusát nem ismerjük, mert nem tudjuk, hogy hány órakor született. Az aszcendentussal szemben található a deszcendentus, és ezzel a deszcendentussal nyílik egy új kapu, egy új élet területhez, és ez a hetes életház, ami a párkapcsolatra utal. A te horoszkópodban itt található a vízöntő jegye és a te napod. Az indiai számítás szerint. És az azt jelenti, hogy nálad a párkapcsolat egy központi terület, de hogy éled ezt át, vagy mi tesz téged boldoggá, vagy ki tesz téged boldoggá? A vízöntő jegye az mutatja azt, hogy ez különleges számodra ez az életterület, vagy van egy lelki társad, aki nem olyan, mint mások, hanem egy különleges személyiség. Itt vannak nálad apai témák is, mert a nap szimbolizálja az édesapát. A férjed horoszkópjában a vízöntő jegyében található a felfele mozgó holdcsomó Ráhu. Ez a holdcsomó mutat egy életterületet, egy irányt vagy egy kapcsolatot, amit ő nem ismer. Itt nem ismeri ki magát. De szüksége van erre, mert ezért választotta ki a lelke ezt a vízöntő jegyét, mert ebből neki tanulnia kell valamit. Ami az idősebbik férfit illeti, nála a vízöntő jegyében van a nap, ugyanúgy, mint nálad, itt egy hangban vagytok, azon kívül ott található nála Merkur bolygó, ami utal a tudására, a jó ötleteire is, és Jupiter bolygó, ami számára szerencsét hoz. És ami a fiatalabb férfit illeti, nála is a nap a vízöntő jegyében van. A férjednél a nap az indiai számítás szerint az ikrek jegyében van.
Mivel a vízöntő jegye a levegő eleméhez tartozik, és az ikrek jegye szintén a levegő eleméhez tartozik, itt megvan köztetek a harmónia, ami a ti éneteket szimbolizálja, mert ezt mutatja a nap. Ezt úgy tudnám elmagyarázni, ha úgy képzeled el az életedet, mint egy színdarab, akkor a nap mutatja azt, hogy milyen szerepet játszol te, és itt kell, hogy te játszd a főszerepet. A vízöntő jegyénél fontos, hogy különlegesnek, egyedinek, szabadnak érezd magad. Kétú a lefele mozgó hold csomó, egy kármikus csomó, ami a múltra utal, amit átéltél a korábbi életedben. A te horoszkópodban kétú a szűz jegyében van, tehát itt te kiismered magadat. A szűz jegyénél van egy ilyen gyógyító erő, azon kívül a szűz jegye szereti, ha minden rendben van. A te horoszkópodban a szűz jegye, és ez a lefele mozgó holdcsomó kétú a kettes életházban található. Ez a kettes életház utal anyagiakra és értékekre, belső értékekre is. Itt van nálad ebben a kettes életházban Ketun kívül egy visszatekintő Uránusz bolygó. Ez a visszatekintés szintén a múltra utal, itt is vannak kármikus témák. Uránusz bolygó uralkodik a vízöntőjegye felett, és mutatja azt, hogy mennyire különleges vagy, más, mint mások. És ez itt a kettes életházban van, ezek a te belső értékeid. Persze anyagiakról is szó van, és Uránusz bolygó az mindig olyan különlegesen hat, tehát ilyen különleges módon juthatsz pénzhez, ez lehet egy ajándékozás, vagy egy nyereség is. Uránusz bolygó mutatja azt, hogy mennyire különleges vagy, és különleges módon jutsz pénzhez, vagy pénzt adsz ki olyan dolgokra, ami számodra különleges, de a szűz jegyében másképp hat. Ez abból adódik, hogy úgy neveltek téged fel, hogy légy szerény, visszahúzódó, vagy az volt a nevelés, vigyázz a pénzre, ne költekezz túl sokat, hanem légy inkább olyan visszahúzódó, tartsd meg a pénzt magadnak, spórolj. De Uránusz bolygó másképp hat, különlegesen kezeli az anyagi dolgokat, félelmek nélkül, és ez nem csak a kiadást jelzi, hanem érzi azt, hogy ez a pénz újra bejön. De mivel itt belső értékekről is szó van, légy annak tudatában, hogy mennyire értékes vagy, és te megérdemled az élettől azt, hogy megkapd, amiről álmodozol, amit te kívánsz. Mivel a szűz jegyénél gyógyító hatás is van, ez egy terület, ahol ki tudsz bontakozni és pénzhez jutni. A férjednél kétú, ez a lefele mozgó holdcsomó, ez a kármikus csomó, ami a múltra utal, és itt vannak emlékek is, az oroszlán jegyében van. Mint mondtam, az oroszlán jegye felett a nap uralkodik,
az a központ a naprendszerünkben számára fontos, hogy mások felfigyeljenek rá, ő legyen a középpontban, és ő ezt a hatos életházban éli át, mert ott van nála az oroszlán jegye, és ez a lefele mozgó holdcsomó. A hatos életház a munkájára utal. Ha nem kap elismerést a munkahelyen, akkor az őt szomorúvá teszi. Ami az idősebb férfit illeti, nála a lefele mozgó holdcsomó kétú, ami az ő múltjára utal, az a bak jegyében van. Nála itt a bak jegyében található a sorsok bolygója Szaturnusz, itt található nála Vénusz bolygó is, ami a szerelemre utal. Ebben az évben itt mozog Szaturnusz bolygó. Kihat rá, eléri a Szaturnusz bolygóját, visszatér ahhoz a pozíciónhoz, ahol volt a születés pillanatában. Azon kívül eléri Vénusz bolygót, kihat a szerelemre, és eléri ezt a kármikus csomót is, kétút. Mivel Szaturnusz bolygó hatása alatt mindig ilyen sorsdöntő fordulatok vannak, vagy döntések, itt erre számíthatsz, hogy ő elgondolkozik azon, hogy maradjon-e a párkapcsolatában, vagy, mint ahogy Szaturnusz bolygó hatása alatt gyakran így történik, válásra kerül sor. Ami a fiatalabb férfit illeti, az ő horoszkópjában ez a lefele mozgó holdcsomó kétú, ami a múltra utal, az a rák jegyében van, a kettes életházban. A rák jegyénél érzelmekről van szó, vagy családról, család alapításról, de mutatja azt is, hogy megvan nála az a tehetség, abban az időpontban, ott azon a helyen lenni, ahogy ő érzi is, ami fontos számára. Mert ő intuitív módon cselekszik. Nála ugyanúgy, mint nálad, ez a lefele mozgó holdcsomó a kettes életházban van, ahol értékekről van szó. Ráhu, a felfele mozgó holdcsomó szintén egy kármikus csomó, amit mi nem ismerünk, de a lelkünk ezt kiválasztotta, mert szüksége van rá. A te horoszkópodban Ráhu, ez a felfele mozgó holdcsomó a halak jegyében van, és az azt jelenti, hogy itt érzelmekről van szó, de mint említettem a férjednél, hogy itt két halról van szó, két irányról, az egyik hal mutatja bizonytalanságokat, a félelmeket, a másik pedig a hitet. Mivel számodra ez a terület ismeretlen, meg kell tanulnod, a férjed tud ebben segíteni, mert az ő aszcendentusa a halak jegyében van, és ő ott kiismeri magát, tehát tükröződik itt számodra valami. A te horoszkópodban a halak jegye és Ráhu, ez a felfele mozgó holdcsomó a nyolcas életházban van. A nyolcas életház az a halálnak a háza. Természetesen utalhat örökösödési ügyre is, de ennek szimbolikus jelentése van. És ezt úgy tudnám elmagyarázni. Képzeld el,
hogy mész az élet utadon, és van egy hátizsák, amit cipelsz. Nem csak azt, amit átéltél ebben az életben, hanem ilyen kármikus témákat is cipelsz. És ez néha nehéz. Nehezek a lépések, nem megy előre semmi. És itt ebben a 8-as életházban azt tanuljuk meg, hogy szüneteljünk, hogy belenézzünk ebbe a hátizsákba, hogy mi az, ami fontos és meg kellene tartani, és mitől kellene elbúcsúzni. Itt gondolatokról van szó, vagy érzelmekről van szó, vagy kapcsolatokról, vagy bizonyos tárgyakról, vagy egy bizonyos helyről. Ezt úgy nevezzük, ezt a 8-as életházat, mint egy ilyen transformáció. És ez, amit a te lelked kiválasztott, hogy itt kell, hogy beletekints ebbe a hátizsákba. Ami a fiatal férfit illeti, nála a felfele mozgó hold csomó Ráhu szintén a 8-as életházban van, de a bak jegyében. És a bak jegyében mozog ez évben Szaturnusz bolygó, és az kihat az ő sorsára. Szaturnusz bolygó őrzi a kármikus témákat is, tehát itt lesznek nála változások. Az idősebb férfinél Ráhu, a felfele mozgó hold csomó, ami egy új irányt, új életterületet jelent, amit ő nem ismer, de a lelkének szüksége van arra, hogy ezt az életterületet megismerje. Nála ez a rák jegyében van. A rák jegye szimbolizálja az érzelmeket, mert a víz eleméhez tartozik, és a családot. De ő itt nagyon-nagyon bizonytalan, és mivel itt nem ismeri ki magát, az előfordulhat, hogy korábban rosszul választott, és nem érzi jól magát így a házasságban. Hogy melyik életházban van nála a rák jegye, azt nem tudjuk, mert nem tudjuk azt, hogy hány órakor született. Ami érdekes, hogy az idősebb férfinél a felfele mozgó holdcsomó Ráhu a rák jegyében van, a fiatalabbnál pedig a lefele mozgó holdcsomó Kétú van a rák jegyében. És ami az idősebb urat illeti, nála a lefele mozgó holdcsomó a bak jegyében van, ami a fiatalabb férfit illeti, nála a felfele mozgó holdcsomó van a bak jegyében. A férjednél a felfele mozgó hold csomó Ráhu az a vízöntő jegyében van, ahol ő nem ismeri ki magát. Te a vízöntő jegyében születtél, és mutatod számára azt, amit neki tanulnia kell. Nála a vízöntő jegye és ez a felfele mozgó holdcsomó a 12-es életházban van, a titkok házában. Lehet, hogy ő eltitkol valamit, vagy nem bízik másokban, mert úgy gondolja, hogy mások titkolnak el előtte valamit. Amit még ez a 12-es életház jelent, ez a visszahúzódás, hogy nem meri magát kibontakoztatni, vagy azt is jelentheti, hogy kellene ez a nyugalom, és ebből kellene neki erőt meríteni. A hold utal az érzelmeinkre, a vágyainkra, a reményeinkre és az álmainkra. A te horoszkópodban a hold a nyilas jegyében van. A nyilas jegye az a tűz eleméhez tartozik,
megvan a bátorságod, a lelkesedésed, és utal testi kapcsolatra is. A nyilas jegyében van egy nyíl természetesen, és mutat egy irányt. És ebbe az irányba kellene tekinteni, és ez a mi tejútunknak, a mi galaxiánknak a központja. Spirituálisan ez azt jelenti, hogy itt ebben a központban vannak az álmok, a remények, a tervek, a kívánságok, és ebbe az irányba kell, hogy tekints, és te ezt érzed belülről, mert a holdad itt van. A fiatalabb férfinál a hold, az a vízöntő jegyében van. Itt megvan köztetek a harmónia, ami az érzelmeket jelenti, mert a tűz eleme és a levegő eleme az harmonizál egymással. Az idősebb férfinál a hold a rák jegyében van. A hold jól érzi magát a rák jegyében, mert uralkodik a rák jegye felett. A hold az jelentheti az anyukáját is, mert ezt szimbolizálhatja, és mivel nála itt kármikus témák vannak, a rák jegyénél ő nem ismeri ki magát, mert itt van nála a felfele mozgó hold csomó, az jelentheti azt, hogy a gyermekkorában az anyukája mutatott számára valamit, és ezek lehetnek nagyon szép emlékek, és ő úgy gondolja, hogy ahogy ő átélte a gyermekkorát, így lesz a házasságban, de az élet más, és ez csalódásokhoz vezetett nála. A férjednél a hold, az a szkorpión jegyében van, és most itt mozog a szkorpión jegyében a lefele mozgó holdcsomó Kétu jövő év márciusáig. Itt nála most vannak ilyen emlékek, ilyen kármikus témák. Vénusz bolygó, az a szerelemnek a bolygója, ez egy nőies energia nálad mutatja a te nőiességedet. A te horoszkópodban Vénusz bolygó az indiai számítás szerint a bak jegyében van. A fiatalabb férfinál Vénusz bolygó szintén a bak jegyében van. Az idősebb férfinál Vénusz bolygó szintén a bak jegyében van. Itt mozog ez évben Szaturnusz bolygó. Kihat rátok, kihat a szerelmi élet területére, és Szaturnusz bolygó hatása alatt vannak sors döntő változások. A férjed horoszkópiában Vénusz bolygó a rák jegyében van, és az szemben áll a bak jegyével. Tehát itt számára is tükröződik valami. Biztos lehetsz abban, hogy itt lesznek változások. Nem csak Szaturnusz bolygó mozog a bak jegyében, hanem Plutó bolygó is. És Plutó bolygó mutatja, koncentrálj most erre a témára, mert ez fontos. Plutó bolygónál megvan ez a motto, mindent vagy semmit, és gyakran lezárunk valamit az ő hatása alatt az életünkben. Mars bolygó utal a mi erőnkre. Erre nekünk, hölgyeknek is szükségünk van, mert ezzel tudjuk bebizonyítani magunkat az életbe. Mars bolygó az egy férfias energia, és a férfiaknál mutatja az erőt,
és a férfiasságot. A te horoszkópodban Mars bolygó a halak jegyében van, de mivel nálad itt a halak jegyében található a felfele mozgó holdcsomó Ráhú, így nehéz neked nemet mondani, vagy védeni magadat másokkal szemben, mert a halak jegye a víz eleméhez tartozik, és itt érzelmekről van szó, és mindig úgy gondolod, hogy ezzel megbántasz valakit. A fiatalabb férfinél a Mars bolygó az a nyilas jegyében van, és mivel nálad a hold szintén a nyilas jegyében van, így megvan nálatok az összhang vagy a szimpátia. Az idősebb férfinél látok nehézséget, mert nála Mars bolygó visszatekintő, vannak itt kármikus témái, és Mars bolygó az ő horoszkópjában a rák jegyében van. És az azt jelenti egy lépést előre, kettőt hátra, nem ismeri ki magát, nehéz döntéseket hozni, valahogy vágyakozik arra, hogy legyen egy boldog családi élet, ahol ő megtalálja a nyugalmát, de ha nem így van, akkor nehéz neki ebből a kapcsolatból kilépni. Mert a rák jegye szintén a víz eleméhez tartozik, szintén érzelmekről van szó, ő sem akar senkit megbántani. A férjednél Mars bolygó ugyanúgy, mint a nap, az ikrek jegyében van, ami a levegő eleméhez tartozik, itt kell a könnyűség, és nála ez a négyes életházban található, ami az otthonra utal. 2019. márciusától 2020. szeptemberéig itt az ikrek jegyében mozgott Ráhú, a felfele mozgó holdcsomó. Ebben az időszakban ő úgy érezte, hogy elveszíti a talajt a lába alól, vagy elveszíti az otthonát. Lehet, hogy arra is gondolt, hogy elköltözzetek, vagy legyen egy új kezdet, egy új életterület valahol máshol, ami számára még ismeretlen. Kedves Liliana, így tudtam elmagyarázni az élet utat vagy egy irányt. Köszönöm, hogy hozzám fordultál. Kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera. És ez volt a videóm. Köszönöm figyelmeteket. Viszont hallásra!